igazi sörnek, mert az 1516-os Reinheitsgebot szerint gyártjuk, ami kimondja, hogy a sör az vízből, malátából és komlóból készül. Az igazi csíki sör hozzávalóit sorolja Simonfi Árpád sörfőzőmester. A székelyföldi csíki sör manufaktúra valódi sikertörténetet írt 2014-es megalapítása óta. A Kárpát Expressben is többször szerepelt a Csíkszentsimonyi üzem, legutóbb tavaly nyáron, amikor bővítették a gyárat, és ezzel újabb munkahelyeket teremtettek. Az egész kollega, aki itt van, az a környékről van. Tehát úgymond a helyi tudás, a helyi munkaerő érvényesül itt, ez segít minket, ők erősítik a csapatot, tehát együtt vagyunk csapat, és együtt vagyunk erősek. Büszkék vagyunk arra, hogy az igazi csíki sör Csíkszentsimonban van. Csíkszentsimonban létesült ez a manufaktúra, ugye, és ez a legfontosabb szerintem az, hogy a település nevét ugye országhatárokon túl viszi. A sör hamar népszerű lett otthon és az anyaországban is. A növekvő kereslet mellett ezt már díjak is visszaigazolják. Ráadásul a manufaktúra mindezt úgy ért el, hogy folyamatosan a létért kell küzdenie. A helynek multinacionális cég a kezdetektől támadja az üzemet. A multi számos fórumon próbálta bebizonyítani, hogy az igazi csíki sörmárkanév az általuk gyártott prémium csúksörmárka utánzata. Amikor én személyesen levittem a csíki sört, mint márkát, akkor a Heinekennek sem másnak nem volt csíki sör, vagy igazi csíki sör márkája, vagy hasonló, vagy összetéveszthető. Az Európai Piaci Harmonizációs Hivatal a csíki manufaktúrának adott igazat, és elutasította a Heineken óvását. A multiszemét azonban olyannyira szórja a kis helyi cég, hogy tovább ment. Legutóbb a Marosvásárhelyi Bíróságon hamisítás és a fogyasztók megtévesztése vágyával támadta meg az igazi csíki sört. Ebben az esetben arra is számítunk, hogy ha az elsőfokú bírósági döntést ebben hagyják, hogy akár eszközöket fognak kobozni, zúzni, vissza kell hozzunk a piacról mindent, ami csíki sör logót, emblémát, megnevezést tartalmaz. A romániai bíróság az Európai Márkahivatal állásfoglalását, amely tavaly decemberben végérvényesen megerősítette az igazi csíki sör márkát, teljesen figyelmen kívül hagyta, döntésükkel tulajdonképpen betiltották a sör gyártását és forgalmazását Romániában. Ezzel olyan veszteséget okozva az üzemnek, amely a hosszú távú fennmaradását veszélyezteti. Az a szomorú, hogy most térdre kényszerítik a céget. Tehát több száz vagy több millió euró, most csak egy példát mondok, a rekeszeinket visszavenni a piacról, ami két komponensű műanyagból van, tehát arról nem tudjuk lekaparni a feliratot, tehát azokat tényleg össze kell zúzni, újakat kell gyártani. Hűtőszekrényeket, reklámanyagokat, ugye új márkát kell építeni, tehát negatívan érint, és nem tudom, hogy túléljük-e, és nem tudom, hogy ez nem csak a jéghegy csúcsa. Lénárd András szerint az ítélet háttere sokkal messzebbre mutat. Ez egy politikai döntés volt. Úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek nem tetszik az, hogy mi Székelyföldön létrehoztunk a semmiből valamit. Úgy gondolom, hogy nemzetstratégiai érdekek ütköznek. A magyar, és nagyon sajnálom, hogy mi ezzel egy kicsit bele kell másszunk a politikába, de másképp nem tudunk kiállni magunkért. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyar nemzetstratégia szándéka az, hogy Székelyföld megmaradjon, hogy munkahelyek legyenek az embereknek, hogy magyarul beszéljünk, magyar iskolák legyenek. Valószínű, hogy a túloldalon éppen nem az a szándék. Lehet az a szándék, hogy ne legyen a Székelyföldön semmi, hogy elmenjünk és pincérek legyünk Angliába. A bírósági döntés értelmében a 140 helybelinek munkát adó Csíkszentsimonyi manufaktúrában leállt a termelés. Az igazi csíki sör azonban nem adja fel a harcot. A székely leleményességet várhatóan nehéz lesz legyőzni. Én úgy gondolom, hogy csíki sör lesz. És én úgy gondolom, hogy még nincs vége.